Amikor először hallottam erről a produkcióról, akkor egy kicsit elcsodálkoztam, hogy milyen lesz ez az újfajta megközelítés. De utána elkezdtem gondolkodni azon, hogy a régi protestáns pasiók is tulajdonképpen egy olyan művet, olyan szerkezetet mutatnak, hogy Jézus történetét elmondják, és közben énekek vannak. We are the children, the last generation. A mostani színpadra állítás is hasonló lesz, bár azért nagy különbség az, hogy mai magyar slágerek fognak elhangozni ebben a produkcióban, Jézus történetét egyfajta módon illusztrálva. Minden hajnal övé marad, látja szállni a madarakat. Sorsunk fordul, ha újból kézen fogjuk még. Indulj és lép felé. Szerintem nagyon fontos, hogy az alkotók tudjanak ragaszkodni a történetnek a lényegéhez és az üzenetéhez. Nagyon fontos, hogy úgy tudják elővenni ezt a témát, hogy a lényeget, azt, hogy az Isten megjelent közöttünk, és olyanná lett, mint mi. Melletted minden reggel, vidáman ébredek fel, s könnyűnek érzem mindenem. Szerintem ezek a mai slágerek, vagy ismert slágerek, amelyek elhangzanak, a szövegükkel, a dallamvilágukkal, az üzenetükkel valamilyen módon jól tudják majd illusztrálni Jézus történetét. Mi atyán, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón menjek be? És nekem azért is fontos ez a produkció, mert édesapám szerzeménye el fog benne hangozni. Miért hagytuk, hogy így legyen, Illés Lajostól.